Jól éreztem magamat, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezzel részt vehettem, hogy ilyet szerveztek Magyarországon. Az, hogy tájékoztattak arra, mint kisbefektetőt, hogy Magyarországon irodát nyitottak, képviselettel rendelkeznek, állandóan itt vannak, ez rendkívül bizalomerősítő. Megerősít abban, hogyha bármilyen kérdésem, gondom van, problémám a jövőben, bármilyen akciót szeretnék a befektetésemmel kapcsolatban létrehozni. Lehetőségünk volt megismerkedni a jelenlegi fejlesztés állapottal, a rövid középtávú fejlesztési elképzeléseikkel. Nagyon várjuk, hogy mikor fogják Magyarországon is ezeket a kis motorokat beindítani az elektromos autókban. Nagyon nagy fejlődést és nagyon nagy változást hozza mind Magyarország számára, mind egész Európának, meg a világnak. És ezek után nagyon sok befektetőt várunk még Magyarországra is. Amely a technikai jövőről beszélt, ami számomra egyértelművé teszi, hogy ez a cég törekszik a légkör és a környezet megtisztítására, és egy sokkal élhetőbb közösségi életre törekszik, mint ami jelen pillanatban adban van a Föld bármely részén. Azt gondolom, hogy ez a cég rátalált egy olyan pontjára a gazdasági életnek, egy létező, valós, működő gazdasági életnek, ami igen sok gondokkal küzd, és küzdött a mai napig. Üdvözlök mindenkit, Deák Viktor vagyok, a Magyarországnak a nemzeti vezetője. Az én benyomásom a konferenciára, hogy nagy érdeklődéssel viselkedett iránta mindenki. Ez látszott a létszámból is, illetve a sok feltett kérdésből. A véleményem az, hogy mindenképpen, hiszen az egész világ egy átalakuláson megy keresztül, ahol egyre fontosabb az, hogy az energiát hogyan használjuk fel. Most egy nagy trend, illetve szükség is, hogy az energiahatékonyság, ezért az ilyen technológia, mint a Duynov motor, amely energiatakarékos, nagy kilátások előtt van.